Dr. Varga Tibort köszöntöm, a Magyarok Házában vagyunk, az 5. Szent Korona konferencián. Még javában tartanak az előadások, néhány percre kértem, hogy gyere és értékeljük az eddigieket. 5. születésnapot ünnepelünk tulajdonképpen. 5 évvel ezelőtt indítottad el útjára ezt a kezdeményezést. Igen, 5 éve történt az, hogy a Szent Korona Országáért Alapítvány annyira megerősödött, hogy ilyen konferenciát létrehozhat, mert egy ilyen rendezvénynek a költségei azok végülis eléggé húzósak. És eleve, hogy egy alapítvány megmaradjon, ahhoz 3 év, az tulajdonképpen még 1% utalása sem lehetséges számára, tehát az elég megterhelő. Ehhez képest most tényleg azt lehet mondani, hogy rendelkezünk egy jó honlappal, a szentkoronaországa.hu, valóban rendelkezünk egy szabad egyetemmel, amelynek van már általános szak mellett egy média szakja is indult, és hát emellett még különböző rendezvényeket szervezünk, így ez a Szent Korona konferencia is, amely valóban most már az 5. alkalommal került megrendezésre. Éppen ezért tudom azt, hogy igen nehezen lehet megmozdulni ebben az országban úgy, hogyha az ember mindezt tiszta szándékkal teszi. Térve arra, hogy minden alkalommal ez a rendezvény ingyenes az érdeklődők számára. Én úgy gondolom, hogy ez, és talán néhány évvel ezelőtt mondtad is, hogy ez egy ajándék. Kiskarácsony és nagykarácsony közötti időszakban illik ajándékot adni. Ugye ez a ti ajándékotok? Igen, valóban így van, hogy ez az időszak ünnepi időszak. Egyébként is én hangsúlyt fektettem arra, hogy itt a magyar kultúrával nem kereskedünk. Tehát én azt látom, hogy szomorúan veszem észre, hogy itt ilyen fogyasztói őstörténet, lagzilajcsi történelem valósul meg, és ebből egyesek igen jól megélnek. Én ezt nem szeretném, és ezért is tulajdonképpen ez mindig is ingyenes ez a rendezvény, de mondom, emellett tapasztalom azt is, hogy nagyon sok munkát el lehet végezni úgy, hogy az ember szerelemből teszi meg, de vannak olyan kérdéskörök, amit anyagi módon nem lehet megkerülni, tehát ez egy érdekes helyzet. Éppen ezért jó lehet látni, hogy bizonyos szerveződések, azoknak nyilvánvalóan kell, hogy valamilyen támogatójuk legyen, mert hát én tapasztalatból tudom, hogy mit lehet megtenni úgy, hogy az ember kevés pénzzel, de nagy lelkesedéssel létezik. Jó adni, ebből annyi tűnik ki számomra, és ha visszakanyarodunk a kezdetekhez, milyen céllal indítottad útjára a Szent Korona konferenciát? A cél az volt, hogy miután Magyarország valójában nem létezik, azt gondoltuk, hogy akkor, hogyha nem létezik Magyarország, akkor megcsináljuk mi. Tehát gyakorlatilag ebből indult az egész létezésünk, és maga a Szent Korona ilyen szempontból, meg a történelmi hagyományunk, ez meghatározó volt számunkra. Tehát a fő cél az, hogyha nem létezik az ország, akkor nekünk kell megcsinálni. Hát ez kicsibe végül is sikerült. Ennél nagyobb mértékben tulajdonképpen nem lehetséges a cselekvés. Éppen ezért bíztatok mindenkit, hogy mindenki saját maga építse föl az országot, és hogyha sok ilyen kicsi ország lesz, akkor Magyarország föltámad. Az országos mozgalmakban, az országos pártokban nem nagyon hiszek, megmondom őszintén, pontosan azért, mert valójában ugye a tömegmozgatás az médiumokhoz kötött. A médiumok pedig nincsenek a kezünkben, nem mi határozzuk meg, hogy mi megy le a televízióban, és hogy mire van pénz, milyen sajtótermékek jöhetnek létre, ezt nem mi határozzuk meg. Azt viszont mi határozzuk meg, hogy azon a településen, vagy abban az utcában, ahol élünk, ott hogyan éljük le az életünket. És hát a Szent Korona Országa Alapítvány ilyen szempontból azt gondolom, hogy talán jó példával járhat előre. Mindig aktuálisan igazítjátok a témátokat, a
körülöttünk zajló eseményekhez. Az idei konferencia tulajdonképpen az alkotmányozás kérdését feszegeti. Miért számodra ez a legaktuálisabb kérdés most? Hát ugye itt alkotmányozni fognak, ez kétségtelen tény. Én azt gondolom, hogy miután ezen a alkotmányozás alapjai tulajdonképpen a 49-20-asból következnek, hiszen 89. október 23-án ugye a köztársaságot kiáltották ki, de nem készítettek új alkotmányt, illetve szép fokozatosan cserélte ki az a hatalom, amivel hajlandó volt egyáltalán a Kádár rendszer leülni az alkotmány szövegét. Éppen ezért itt úgy tűnik, mintha valami nagy változás következne be, de el kell, hogy mondjam, hogy nem fog ez bekövetkezni. Itt tényleg azt lehet megtapasztalni, amit én sokszor elmondtam már, hogy változtassunk, csak semmit meg ne változtassunk. Tehát azt az alapkérdés, hogy a elmúlt 65 évben államosítottak, majd utána privatizáltak, tehát államosítás az embereknek a tulajdonát elvették. Tulajdonképpen semmilyen megalapozott indok erre hát nem volt. Utána pedig azt a vagyont, ami közvagyon lett, úgy, ahogy közvagyonunk lett, azt pedig kiosztották másoknak. Tehát itt nyilvánvalóan azt kellene megvizsgálni, hogy ebben a 65 évben mi történt, amely egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy illegitimnek tekinthető, hiszen mi nekünk mindig történeti alkotmányunk volt. Tehát a helyzet az, hogy itt van egy alkotmányozási hatalmi elképzelés, ami tulajdonképpen a törvénytelen törvényessé akarja tenni, és én erre akartam fölhívni ezzel a konferenciával a figyelmet, hogy márpedig a Szent Korona tan és a történeti alkotmány az hatálytalaníthatatlan, miután Istentől ered. A Szent Koronánk 33 éve tért vissza Amerikából. Visszaemlékezve arra az időre, bizony az oktatás hiányosságaival, történelmi hiteles oktatás hiányosságaival felnőtt generációk szinte akkor nem is ismerték a Szent Koronát. Úgy gondolod, hogy a civil szféra tudása elősegíthet egy lényeges változást az alkotmányozás megszövegezésében? Persze, az alkotmányozáshoz tömeg kell. Most ugye ezzel küzd a jelenlegi hatalom is, hogy azért nem áll olyan nagy tömeg ahhoz, hogy egy új alkotmányos rendet létrehozzunk, illetve hát nem is lenne az új, itt gyakorlatilag ugye némi nemű részben történne változtatás, hogy a kereszténységre utalás lenne esetleg az alkotmányban, még talán a Szent Koronára is, de amúgy végülis az a rend, ami szerint most élünk, az úgy igazából nem változna, de még el sincsen meg ugye a társadalmi fölhatalmazottság, mert ugye már pártok és kiszálltak ebből az alkotmányozási folyamatból. Gyakorlatilag szükség lenne arra, hogy minél többen tudják azt, hogy azt mentheti meg Magyarországot, hogy a történeti alkotmányunkhoz visszatérünk, ugye, és fölülvizsgáljuk azt, hogy ami történt ebbe az utolsó 65 évben, mert ott gyakorlatilag Trianonnak a befejezése történt meg. Tehát ugye Trianon az Csonka Magyarországot létrehozta, de a Csonka Magyarország területén belül még a nemzeti erőknél volt a vagyon, aminek következtében az nemzeti kultúrát fog teremni, és a nemzeti kultúrában pedig benne lesz az, hogy mégiscsak egy lehetetlenség, egy nonsense dolog az, hogy egy 1000 éves államalakulat megszűnik, ugye a 1000 év az minimum, mert lehet, hogy jóval több, de 1000 évet azt föltétlen tudunk igazolni, és létrejönnek ilyen új államocskák, amik 10-18 éves múlttal bírnak, és közben pedig egy ország kétharmadát elveszti, ugye a két háború következményeként. Na most, hogy ez ne történhessen meg, el kell venni a nemzeti erőktől a vagyon. Ugye ez a államosítás, és aztán ki kell privatizálni. Tehát gyakorlatilag megfosztották az országot a vagyonától. És ami a legszörnyűbb az, hogy velünk fizettették meg, mert egyébként hitelből vették föl. Annak idején ugye nem volt, ugye nem lehetett csak úgy hitelt fölvenni, mint ahogy most. Most érdekes módon, miután megvásárolták már az országot, egyes körök, attól kezdve pedig már lakásainkra vannak szükségük, most bezzeg lehet hitelt fölvenni. Most ezt az egész rendszert csak úgy tudjuk fölvizsgálni, hogyha visszatérünk a utolsó szabad pillanatunkhoz, ami egyébként ugye 44
március 19-e német megszállásig tehető. Attól a pillanattól kezdve Magyarország megszállva volt, ezt nem én mondom, azok mondják, akik 89. október 23-án kikiáltották a köztársaságot, mert azért kiáltották ki, mert hogy a szovjetek megszálltak bennünket. Visszatérés a történeti alkotmányhoz, ez egy nagyon sarkalatos kérdés a mai időszakban. Kérdés, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani. A párthatalmi meggondolásokból ez mindig kicsit nehézkesebben fog haladni. Én úgy gondolom, hogy a régi parlamenti felosztás alapján, amikor még a felsőház is működött, amikor a civil szféra és az egyházak is jobban beleszólhattak az ország dolgaiban, az talán egy bizonyos fajta kontrollt jelentett. Mi erről a véleményed? Ez így van. Hát az állami berendezkedés, illetve a törvényhozói berendezkedés az egyébként kimutatja, vagy megmutatja azt, hogy egy ország milyen teremtés felfogással rendelkezik, mert ez is nagyon fontos kérdés. Ugye a felsőháznak egy része valóban így a civil szervezetek, illetve ugye az egyházak, azok automatikusan tagjai voltak a törvényhozásnak, tehát azok nem választási kérdéskört képeztek, mert nyilvánvaló a Isten hit az egy érték, annak meg kell jelenni a törvényhozási szinten is. Tehát ez jó lenne, de a... De most abszolút ki vannak szorítva ezek a szervezetek. Csak a helyzet az, hogy az, ha csak alsó és felsőház lesz, vagy felső és alsóház, és a civil szervezet engedik a parlamentbe, az önmagában nem hoz változást, hanem gyökeres változásot, tehát a tényleges történeti alkotmányhoz való visszatérésről van szó, mert gondoljunk abba bele, hogy a civil szférákban, ugye hát most bizonyos szakszervezeti körökben, hát ott bizony a volt pártállamnak az emberei, a meghatározó személyiségek. Tehát azért itt csak akkor van nagy változás, hogyha visszatérünk ahhoz, hogy ugye 1938-19-es törvény alapján választották meg a 39-es parlamentet, általános titkos és egyenlő választás alapján, amelyik ugye 1944-ben, amikor érzékelő, hogy vesztes háború van, kényszerhelyzet van Magyarországon, meghosszabbítja a működését, 1944/7-es törvénnyel kimondja, hogy a párizsi béketárgyalások befejezte után is, még ratifikálása után is, még fél évvel összeülhetnek, akár külföldön is. És ez meg is történik 1947. augusztus 20-án, Altöttingben, Gutenburgban, és kimondják azt, hogy a jogfolytonosság a Szent Koronában van. Nekünk ehhez a pillanathoz kellene visszatérnünk, mert hiszen nagyon jól látszik, hogy amikor 46/1-es köztársaság leszünk, akkor már szovjet megszállás alatt vagyunk, 46 február 1-ben, utána 49-20-as lesz, és 89-ben nekem azt mondták, hogy megszállva voltam. Tehát akkor logikusan térünk vissza a 44-es állapotokhoz, és akkor bizony a törvénysértés jogot nem alapít elve alapján fölül lehetne vizsgálni mindazt, ami ebben az országban történt. Végül is meggondolandó az, hogy 65 év alatt milyen változásokat értünk meg, és tulajdonképpen a 65 év az egy két generációnyi időszak. És a nemzet emlékezetéből bizonyos dolgok ennyi idő alatt is kihullanak. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk ezekre a dolgokra, mert ha változtatni akarunk, akkor még az emlékezet szintjén is meg kell ezt tennünk. Hát ez így van. Így van. Végül is nem tűnik nagy időnek. Hát valójában mi mindig királyság voltunk. Ugye itt a államforma kérdése is nagyon fontos, mert ha a királyság vagyunk, az azt jelenti, hogy kimondjuk mindannyian, hogy van Isten. Hát hiszen a királyt az föl kell kenni, a királyt az, ha fel kell kenni, azt jelenti, hogy van Isten, ráadásul nálunk még a Szent Koronában meg is kell koronázni. Ebből következik, hogy milyen Isten van, föltesszük ezt a kérdést, kiderül, hogy keresztény. Kiderül arról, Magyarországról, hogy keresztény állam. És akkor abból következően nagyon sok minden nem szavazási kérdés lesz már számunkra, például az eutanázia, az nem szavazási kérdés, hiszen az Istentől van az élet szent okokból élni akar. Tehát itt mondom, ez nem volt kérdés, 65 évvel ezelőtt nem volt kérdés. Hát volt még két ilyen balga
köztársaságunk, az egyik népköztársaság volt a másik, amiből egyébként az egyiket elismerjük jelenleg, holott nem szabadna, az 1918. november 16-ai Károlyi féle népköztársaság, amely Károlyihoz fűzhető. Abból lesz majd az 1919. március 21-ei tanácsköztársaság, de egyébként mi mindig királyság voltunk. Tehát itt nagy változásra lenne szükség. Az, hogy a király személye pedig ugye nem releváns ebben az kérdésben. Hiszen volt a király nélküli időszakaink is a magyar történelemben. Nálunk a főhatalom a Szent Koronában van, tehát nem a király személyhez fűződik. Tibor, a közeli hetekben jelent meg új könyved, az Angyalatta Korona címmel. Milyen elgondolások alapján született meg ez a könyv? Hát ezzel már nagyon régóta adós voltam a könyvvel magával. Itt gyakorlatilag a Szent Koronával, mint isteni üzenettel foglalkoznék. Tehát nem a Szent Korona eszmével, nem a történeti alkotmánya, hanem amit sugároz maga a Szent Korona. Itt valójában a zománc képek elemzéséről van szó, a keresztény szempontból megfejteni a Szent Korona üzenetét számunkra, hogy mit üzenhetett. És gyakorlatilag ez a, hát hogy ilyen nagyképűen fejezze ki az ember magát a munkámnak, végülis én azt gondolom, hogy nem, hogy inkább öröm ez, mint munka, tehát ez, de egy része tudott megjelenni, mert még egy ilyen terjedelmű rész hátra van, amit már feldolgoztam, csak nem volt módom arra, hogy ezt is nyomdakészre, még a segítségeddel sem tudjon elkészülni. Visszatekintve a 2010-es esztendőre, elégedett vagy-e ebben az évben megvalósult terveiddel? Hát tulajdonképpen elégedett vagyok, bár mindig az Isten végez. Tehát úgy igazából nem szoktam egy évet előre tervezni. Mindig úgy van, hogy ami megszólít, abba az irányba fordul az ember. Egy a lényeg, hogy mögötte legyen valami, ami túlmutat a mindennapokon, illetve a léten túlira irányítsa az ember figyelmét. Én úgy gondolom, hogy ez az év már csak a hátunk mögött van, de kívánok neked a továbbiakban is sok sikert. Látod, megérted ezt az 5. születésnapot itt a Szent Korona konferencia történetében, ami végül is nagyon nagy dolog. Egy elgondolásnak az életben tartása nem kis feladat. Én ehhez gratulálok, és örömmel nézem, hogy mennyien ülnek a nézőtéren. Én is örülök. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.